Szép napot mindenkinek, sziasztok, M3 Autóparkban vagyunk, kettő darab eredeti gyári Toyota kulcs van nálam, ez egy Toyota Corolla-i, ami 2006-os forgalma helyezésű, és végig márka szervizben szervizelt autó. A járgányunkat egy rövid indítás után már láthatjuk, hogy szépen csendesen jár, minden ellenőrző lámpa kialudt, 207.141 km van az autónkban. Szervo kormányunk az ugye légzsákos természetesen, és nem csak ő légzsákos, hanem itt az utas oldal, illetve aoszlopban is van légzsák, és ott hátul is vannak még légzsákok különben. Az autónk az egy jó kis CD rádiós szerkezet, aztán van nekünk manuális klímánk, ez egy tökéletesen üzemelő klíma, ezt kipróbáltam, úgyhogy kellemes hideg levegőt fúj. Az autónk 6 sebességes váltóval rendelkezik, és itt a vezetett szervizkönyve, ezt Feri, Peti és Concerto is átnézte, úgyhogy a valóság tartalma a 100%-os. Ezen kívül, amit tudunk mutatni, az fényszóró magasságállítás, tükrök állítása, jobbra-balra 4 darab elektromos ablak, tolató radar is van az autóba beszerelve, ezen kívül könyöktámasz van benne, szép ülések vannak benne, itt is ugye légzsák, és itt a szervizelését meg tudjuk nézegetni, ugye itt is vannak még ilyen jó kis bizonyítékok annak, hogy a szervizkönyv az eredeti darab. Az autónknak ugye természetesen hátul is van elektromos ablaka, és ezek az ülések, itt szépen lehet variálni őket, mindegyiket. Itt tudunk beugrálni például a hátsó ülésre, ezek állítható magasságúak, ezek az üléslapok, és így lehet még variálni. Ezek a háttámlák is különben, ezek is variálható a bizonyos szögekben. Az autó alufeln is, és nagyon szép világos kék metál színű. Itt vannak a tolatóradarnak a szenzorjai, ugye a hátsó lökhárítóban. Aztán, ha még kinyitjuk a hátsó ajtót, akkor ennyi csomagterünk marad, ugye, hogyha ezek az ülések ugye nyitva vannak. De ezeket nem kötelez így tartani, ezt szépen be lehet csukni a hátsó rész ülések alá, és egy teljesen jó, sík felület áll majd a rendelkezésünkre, hogyha csomagot akarunk ugye szállítgatni. Mindkét oldala tökéletes, szép, nem összetört autó, nem összehorpasztott, nem karistolt, épp szélvédővel rendelkezik, tehát nem kell az autóra jelen pillanatban költeni, tényleg nagyon szépen rendbe tartották, és kellemesen druzsol ez a 136 lóerős motor benne. Ezt tudjuk ugye megnézni, meghallgatni. Tulajdonképpen túl sokat nem látunk belőle, a lényeg az, hogy normálisan jár benne a motor, és van jó kis hideg klímánk, illetve kötfényszórót is találtam itt elől benne. Talán ennyit tudnánk elmondani róla, hogy az M3 Autóparkba gyertek be, nézzétek, megpróbáljátok ki. Márka szervizben átvizsgáltatható, várjuk a jelentkezőket, sziasztok, a viszontlátásra!